Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Tegnap írta meg az Index elsőként, hogy Simonka György fideszes képviselő házánál még júliusban házkutatást tartottak. Simonka György, amikor megkeresték az újságírók, annyit mondott, hogy ez ilyen nem volt, ez butaság. Ma már egy kicsit bővebben fogalmazott, amikor azt mondta, hogy ez politikai zavarkeltés, de ennél többet nem tudunk. Mindenesetre az ügyészség nem cáfolta, nem mondta azt, hogy kérem szépen, ez szemen szedett hazugság, ilyen nyomozati cselekmény nem történt, hanem azt mondták, hogy nem kívánok az ügyben nyilatkozni. Mindenesetre tegnap Varjú László itt az egyenes beszédben helyi képviselő társaira, politikus társaira is hivatkozott, helyi bejelentésekre hivatkozott, hogy bizony már a környéken régóta beszélik azt, hogy Simonkával kapcsolatban nincs minden rendben, már ami a nyomozást vagy annak létét, nem létét illeti, mert hogy hát amennyi Roland ügyel hozzák őt összefüggésbe, az is lehet, hogy igen, szóval nem látunk világosan, pillanatnyilag azt tudjuk, hogy az beszélik, hogy Hadházi Ákos a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Mondhatnám, hogy Simonka György szakértő és Mennyi Roland szakértő, vagy szövetkezeti rendszer szakértő, mert oly sokszor mesélt itt ezekről a konstrukciókról, és bizony Simonka György fideszes képviselőről, és most nyilván nem tudunk, de, illetve hogyha tud valamit, hogy ez a házkutatás meg volt, vagy nem volt, akkor mondja meg, mert mi ennyit tudunk, amit most itt felvázoltam a nézőknek, de hogy a nyomozástól, ami vagy van, vagy nincs, vagy a házkutatástól, ami vagy van, vagy nincs, függetlenül azokat az ügyeket, amelyeket Simonka képviselővel kapcsolatban ő már többször előhozott, azokat most elevenítsük fel. Szóval először is volt házkutatás, vagy nem volt, hogy mit tud? Ja, nyilván én sem tudok biztosat. Én azt tudom, hogy már jó néhány hete, illetve talán már két hónapja is egymástól függetlenül többen jelezték nekem ott arról a környékről, hogy ott azért valami lesz, sőt valaki mondta nekem, hogy majd nézzem meg a parlament első ülésén, hogy egyáltalán ott lesz-e a képviselő úr, vagy nem fogják neki kérni. Ott volt, és ugye neki nem kérték ki a mentelmi jogát. Nagyon sok problémás eset van. Van egy cég is, egy termelő értékesítő szövetség, amelyik 1,5 milliárd forinttal adóssággal úgymond bedőlt. Ő erre azt mondta, hogy ő abból már kilépett a feleségebe, benne van ebbe a cégbe. Van egy nagy pilot program, amikor egy ilyen próba program, 1 milliárd forintos belügyminisztériumi program. Erről mesélt Varjú László is, igen. Ahol elvileg kiadtak sertéseket, hogy majd azt ápolgatják, nevelgetik, vettek ebből aztán ebből a programból ilyen nagyon szép nagy terepjáró autókat a vezetőknek. Nagyon sokan azt mondják, hogy éppen tegnap kaptam, hogy hát arról volt szó, hogy majd 20 kilós sertéseket kell elkezdeni, de közben éppen csak megszületett malacokat kaptak, de ezeket nem lehet bizonyítani. Amivel én foglalkoztam, és amit már itt elkezdtünk bemutatni korábbi korrupció info alatt is, hogy nagyon sok ilyen alapítvány növekszik azon a környéken. Úgy szoktam fogalmazni, hogy ugye Délbékésben nagyon jó földek vannak ott, de jól nem csak, a kukorica, hanem az alapítvány is nagyon jól terem, és erről tartottunk. Hát nem titkoltan azért is vettem elő ezt a témát, ugye rengeteg témát elő lehet venni, mindig az ember próbál aktualitásokat keresni, de mivel megvolt ez az információ, hogy ott már baj van, tehát hogy ott vannak bizonyos nyomozások, hát gondoltam, hogy mutassuk ezt be, ezeket az alapítványokat. Vannak itt olyan nevű alapítványok, hogy például Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete, vagy olyan, hogy Szent György Jövő... Várjon egy kicsit, micsoda, ezt még egyszer, Jövő... Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete. Várjon, Jövő Építők, azt értjük. Igen. Tehát valakik, akik építik a jövőt. Igen. Turisztikai, azt is értjük, tehát hogy jövő, tehát a jövőben gondolkodó ötlettel rendelkező turisztikai témakörhöz kapcsolódva, mint desztináció, mert mint ez desztináció, ott nem úgy, mint cél, és ezt menedzsment, a desztinációt menedzseli, és ennek van egy közhasznú egyesülete. Tehát olyan egyesület, amelynek tagjai menedzselik munkájukkal, elősegítik a turisztikai célpontok fejlődését, mert hogy a jövőt támogatják. Valami ilyesmi lehet. Aha. Vagy van ugyanott egy Szent György... Bocsánat, mennyit kaptak ezért a jó névért? Ezt nem tudom, de nekik is volt egy kisebb projektjük, 8,4 millióért találtam, hogy például kültéri hangosítási rendszert vettek ott puszta ott lakán. Vagy van egy Szent György Jövő Építő és Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület, ez valami szabadidős közösségi teret épített. Puszta ott laka az egy néhány száz
fős falu, 20 millió forintért. Most már mindenki hal mindenkit. Viszont sokkal fontosabb ez a Dél-Békés mezőgazdasági termelőiért alapítvány, ami, hát én úgy kell, hogy fogalmazzak, hogy ugye Simonka Györgyhöz köthető, mégpedig úgy, hogy az alapítvány kurátora az a képviselőnek több korábbi cégében most jelen pillanatban vezető, illetve tulajdonos. Illetve úgy is össze lehet hozni, hogy ez a alapítvány, ez tulajdonos olyan cégekben, többek között abban a előbb említett már tönkrement termelési értékesítő szövetkezetben, amelyikben Simonka György vagy a felesége is tulajdonos. Nagyon érdekes, hogy még miben tulajdonos ez az alapítvány, mert van egy olyan, hogy összefogva a kölcsönös előnyökért non-profit KFT, vagy van egy olyan ez politikában különösen jól hangzik, tehát fogjunk össze, hogy kölcsönösen előnyt szerezzünk. Igen. Csak már csak az a kérdés, hogy ez 10% legyen, 50%, tehát mennyit kell visszafizetni. Ez egy őszinte elnevezés, igen. Összefogva az előnyöket. Igen, vagy van egy olyan, hogy hátrányos megkülönböztetés megszüntetésért zárt körű részvénytársaság. Tehát hátrányos, tehát ilyen, vagy Európai Uniós Társadalmi Célú KFT, tehát ilyenekben van, viszont amikor megnéztem, hogy mire költöttek, tehát milyen közbeszerzéseket írtak ki, akkor viszont már Mennyi Roland féle történetnél is megtaláljuk a kapcsolódási pontot, mert megbízták ugyanazt a KFT-t, ezt a Public Sector nevű KFT-t, amelyik Mennyi Rolandnál ugye közreműködött a szociális szövetkezeteknek a kistafírozásában. Ezt a KFT-t, egy budapesti KFT a 6. kerületben van bejegyezve, ezt a KFT-t és még másik 2 budapesti KFT-t megkértek arra, hogy adjanak ajánlatot egy egészségügyi szűrőprogramra. 16 millió forintot fizettek azért, hogy elvileg ott falvakban vérnyomást mértek, meg vércukrot mértek. De most, érték? Tehát ez... Hát ezt ugye azért, ezt nem tudjuk, de azt viszont tudjuk, hogy Lajoskomáromban és Cecén, onnan több száz kilométerre, ugyanúgy az ottani polgármester ajánlatot kért, ugyanúgy ettől a public sektortól, és ugyanattól a másik 2 KFT-től, budapesti KFT-től, ugyanúgy 16 millió forintért, ugyanúgy vérnyomásmérésre. Én megkérdeztem a parlamentben Rétvári államtitkár urat, pedig adtam neki 3 nap haladékot, mert ugye ezt a kérdéseket be kell adni előtte 3 nappal, és megkértem, hogy számolja már ki, hogy mennyi annak a valószínűsége, hogy Magyarországon van több ezer egészségügyi KFT, aki ezzel foglalkozik, ezek a cégek nem azzal foglalkoznak, ezen kívül van több száz vagy több ezer ilyen üzleti tanácsadó KFT, akik az Európai Uniós pénzek ellopásával foglalkoznak. Plusz még vérnyomást is mérnek. És vérnyomást is mérnek, hogy mennyi annak a valószínűsége, hogy ebben a 2 faluban több száz kilométerre innen ugyanezeket választják, nem mondta meg a választ. Ugyanezt a KFT... De most ez a KFT, aki 16 millióért megméri a vérnyomásokat, igen. Szóval ez a KFT, ennek az alaptevékenysége... Üzleti tanácsadás. De ugyanúgy, tehát nem vérnyomásmérésre jött létre. Ugyanezt őket meghívták babaöző programokra, meg mobil... Babaöző programok, ugyanúgy kaptak érte 21 millió forintot, meg mobil gyerekfelügyeleti szolgálatra, meg babaöző szívességcsere központra szolgáltatásra. Mi őrizték a babákat? Tehát itt például tényleg azt mondom, hogy nagyon nagy valószínűség, itt nem történt semmi. Ennél nagyobb baj, hogy például 88 millió forintot költött ez az alapítvány emberi erőforrás fejlesztési program megvalósítására irányuló szakértői kapacitásra, tehát semmi másra, mint szakértőkre, azonban, és ezt az is megmondta, hogy mennyi idő áll erre rendelkezésre, ez október 9-én kötötték a szerződést 2015-ben, és november 30-án lezárták, tehát másfél hónapjuk volt arra, hogy 2300 nap szakértői tevékenységet béreltek naponta, tehát 40 ezer forintért. De ami a nagyon szép... De mit szakértettek ők? Nem lehet tudni, főleg azért nem lehet tudni, és ezért természetesen ezért megy majd a feljelentés, hogy megnéztem, hogy ezt milyen projektből vették ki ezt a pénzt. Nem akartam elhinni TÁMOP 4.2.2D15/1. Ezzel nincsen baj, hanem ez beüti az ember az adatbázisba. Igen. Kiírta, hogy ez milyen program. Az a neve, hogy interdisziplináris kutatótímek felkészítése a nemzetközi programokban való részvétel az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén a Kodolányi János Főiskolán.
Tehát semmi ebből... köze a délbékési mezőgazdaság. Volt ott egy pénz, azt csináljatok vele, papírozzuk le. Ez a délbékési vérnyomásmérés. Ez nem a vérnyomás, nem, ez szakértő, ez 2000, ez emberi erőforrás szakértők. Na most van még súlyosabb, ha még van rá néhány perc. Ha még elmondja, igen. Ugyanúgy szakértői napokra 1100 szakértői napot vásároltak 125 millió forintért, ebből 320 nap az marketing szakértői nap, és a marketing szakértői napokat 15 november 30-a és december 31 között kellett megcsinálniuk, ami viszont még nagyobb probléma, hogy ezt egy 2,5 milliárdos programból ilyen Békés megye komplex emberi erő, kulcs egy jobb élethez az a címe, 2,5 milliárdos programból csinálták puszta ott lakán. A keretes szerkezetjegyben ezek a sok minden érdekes dolgot csináló alapítványok, hogyan köthetők Simonka Györgyhöz, mit nyomozott ki ön? Igen, tehát az alapítványnak a kurátora az olyan cégekben lett vezető vagy tulajdonos, amelyikben korábban amelyikben Simonka György is részes volt, amelyikben Simonka György felesége jelenleg is tulajdonos. Hát, másrészt pedig hagyd mondjak el, hogy tehát amikor ugye ilyen helyi potentátok, képviselők, polgármesterek kimennek büszkélkedni, hogy egy új utat átadtak, akkor ugye ha ott megvan a büszkeség, akkor megvan a felelősség is akkor, amikor gyakorlatilag folyamatosan azokat a pénzeket, amik a hátrányos helyzetű embereknek a felzárkóztatása fordítanának, ellopnak, mert ezek nem mások. Hát előbb-utóbb úgy is kiderüljük, hogy volt ez a házkutatás, vagy nem volt. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.